merényletet követünk el ellenetek, hiszen benne lesztek a tévébe. Ha már ide jöttetek, akkor ezt a kis kockázatot vállalni kell. Így fogadta Kovács Szilvi kolléganőnk a Kodály iskola 6. osztályos diákjait kedden a Fehérvár Média Centrum szerkesztőségi épülete előtt. A csapat egy pályaorientációs nap keretében stúdió látogatásra érkezett a Szent Vendel utcába. Ennek keretében egy kicsit közelebbről is megismerhették a nálunk zajló munkát. A fehérvári témákról is kell beszélni már. A túra a Vörös Marti Rádió reggeli műsorának műsorvezetőjénél Séda Zoltánnál kezdődött, aki többek között arról is mesélt a gyerekeknek, hogy mi mindenről beszél a műsorában, honnan jönnek a témák, hogyan kerülnek adásba a zenék. Magyar tévét szoktátok nézni? A látogatás a televízió szerkesztőségében folytatódott, ahol arról is hallhattak a tanulók, hogy milyen más országos csatornákkal dolgozik együtt a Fehérvár TV, de bekukkanthattak a hangmondó szobába, és megnézhették, hogy a vágóknál hogyan áll össze egy-egy híradóba vagy magazin műsorba bekerülő anyag. Jó napot kívánok, ez itt a Fehérvár Televízió híradója. A gyerekek egyik kedvenc programeleme ilyenkor a híradós stúdió. Ahogy az ilyen alkalmakkor lenni szokott, kipróbálhatták, hogy mutatnak a képernyőn, és milyen is valójában a hírolvasás a súgógép segítségével. De azt is megtudhatták, hogy a zöld háttérnek eltüntető képessége is van, ami mindig mosolycsal a fiatalok arcára. Emellett megnézhették az archívumot és az adáskiadót is. Júlia azt mondja, sok szempontból is hasznos volt, amit a látogatás során hall, látott. Reklámozni valamit, vagy ilyesmi, például ezt érdemes megtanulni rendesen. Például egy hosszabb szöveget felmondani, vagy ilyesmik, ez bárkinek az életében egészen fontos lehet. Azt is megtudhatták a fiatalok, hogy bár látszólag egyszerű az interjú készítés, valójában mégsem az, és természetesen az interjú alanynak sem mindig könnyű a dolga. Neked eddig hogy tetszett? Hát nagyon tetszett, és... A gyerekek osztályfőnöke mindig örül az ilyen lehetőségeknek, mint mondja, fontos, hogy ne csak az iskolapadban tanuljanak a diákok. Mindig hatalmas nagy lehetőség, amikor egy picit ki tudunk mozdulni az iskolából, a tantermekből, és tényleg valami élő dolgot tapasztalhatnak meg a gyerekek, és azt hiszem, hogy ez az igazi élménypedagógiának a lényege, hogy amit átélnek, amit megtapasztalnak, amiben részt vehetnek, abból még talán ők sem tudják, de tényleg lesz valamilyen tudás, vagy valami olyasmi, amit lehet, hogy majd csak 5 év múlva, 10 év múlva, de egyszer hasznosítani fognak. A gyerekeket lenyűgözték a Fehérvár Média Centrumban látottak, talán néhányan már el is döntötték, hogy a későbbiekben ezt a területet választják, ami pedig biztos, ma benne lehettek a tévében.